mai panelbeszélgetésen szó esett természetesen a törvényi háttérről is, illetve a írott és elektronikus sajtónak a törvényi szabályozásáról. Nagyon fontosnak tartottam ezt a panelbeszélgetést, illetve azt, hogy ez is témába került, illetve ki lehet véve a napirendre, át tudtuk beszélni, hisz megismerhettük azt, hogy a szomszédos országokban, szomszédos területeken milyen szabályozások vannak, illetve hogyan működik, és ehhez mértem meg tudtuk nézni azt is, illetve mi is el tudtuk mondani azt, hogy Kárpátalján milyen helyzetben van most jelenleg az írott, illetve a nyomtatott sajtó. Szó eshetett például a nemrég elfogadott nyelvtörvényről, vagy államnyelv használatáról szóló törvényről, amely nagy mértékben megváltoztatná a jelenlegi viszonyokat, amennyiben bevezetésre kerül, és elmondtuk azt is, hogy bízunk benne, hogy ez a törvény nem lesz bevezetve, illetve a szomszédos területeknek a képviselői sajtótermékeknek a főszerkesztői is megoszthatták a saját tapasztalataikat azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáltak például a szlovák nyelvtörvényre, illetve hogyan tudtak hozzá alkalmazkodni, vagy akár milyen a helyzete a erdélyi írott sajtónak, vagy milyen a helyzet például a délvidéken. Talán ők vannak a legpozitívabb helyzetben, illetve a legjobb helyzetben, ahol szabadon használhatják az anyanyelvüket, illetve állami támogatásban is részesülnek a kisebbségi lapok, illetve portálok, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, és nagyon sajnálatos az, hogy Ukrajnában ez nincs jelen, tehát az állam gyakorlatilag azt próbálja meg, az állam gyakorlatilag ugye a törvényi részét azt megszabja, illetve sok mindent követel, de anyagi finanszírozást, illetve anyagi támogatást nem ad hozzá, holott abban egyetértettünk valamennyi panelbeszélgető társammal, hogy a kisebbségeknek a hathatós támogatása nélkül, illetve a finanszírozása nélkül gyakorlatilag halálra vannak ítélve ezek a kisebb közösségek, mint például Ukrajnában a kárpátaljai magyarság helyzete, gyakorlatilag az anyaország támogatása nélkül nem tudna működni, és azt lehet elmondani, hogy nem lenne már írott sajtótermékünk magyar nyelven Kárpátalján, ha az ukrán állam finanszírozná, és ha nem állna ott a magyar állam mögöttünk, akkor egyetlen hírportált nem tudtunk volna létrehozni, és nem tudná olvasni a kárpátaljai magyar sajtó termékeit, a kárpátaljai magyar olvasó sajnálatos módon, hisz az ukrán állam nem ad hozzá semmit. Öröm volt hallani azt, hogy vannak olyan országok, mint például Szlovénia is, ahol állami támogatással a kisebbségek 80%-ot is megkapnak a finanszírozásból, és maga az állam az, aki támogatja és segíti őket a működésükben.